estét kívánok, üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában beszélünk majd a nemrég megnyílt Kultúrkuckóról, és Vidor nosztalgiázunk is. Mindenek előtt azonban a vendégem a világ legerősebb családjának egyik tagja, ifjabb Fekete László. Szia Laci, jó estét! Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőit. Hát a világ legerősebb embere vagy sok vonatkozásban, és azt gondolom, hogy az is egy nagy kihívás, hogy ebben a családban gyakorlatilag tovább vidd ezt a címet. Mennyire volt nyomasztó tulajdonképpen az, hogy édesapád után neked mondjuk legalább ugyanannyit le kell tenni az asztalra, vagy fel kell emelni az asztalról? Igen, hát ezt mondhatjuk így, bár a címet nem akarom egyedül ugye elhapolni a többiek elől, mert ugye az apu az 9-szer nyerte meg, én 8-szor nyertem meg a világbajnoki címet, akkor van a Miki, mert ugye van a apunak ugye 5 gyereke, abból 2 lány, 3 fiú, és ugye, ahogy említettem már, ugye többször mind a 3 fiú ezt a műfajt ugye űzi, tehát akkor ma ott tartunk, hogy 9 meg 8, ugye 17, akkor a Miki 6-szor nyerte meg a világbajnoki címet, akkor az már ugye 23, a Richard meg egyszer, egy alkalommal, és akkor így 24 világbajnoki címet tudtuk nyerni. Nehéz, tehát az apunak árnyékában egyértelműen nehéz ugye akármilyen szinten tevékenykedni, mert egy olyan nagy dolgot rakott le, olyan nagy mércét állított föl ugye ebben a műfajban, hogy van neki egy, ami tagadhatatlan, persze nem azért mondom, mert ugye az ő gyereke vagyok, hogy az ember próbálja őt ugye fényezni, hanem a nulláról építettő fel egy olyan dolgot, ami ugye, hogyha valaki megemlíti, hogy erő, akkor mindenkinek a apunak a neve, mint ugye Fekete László fog az eszébe jutni. És hát ugye vannak felénk egy elvárások, ugye, hogy na hát, hogyha az apját látjuk nyilatkozni, vagy apja megjelenik valahol, na akkor a fiának olyannak kell lenni, vagy ugyanazt a karaktert, vagy a dolgot ugye kell ugye nyújtani, mert ugye tökös talpra esett ugye karakán ember, hát tőlünk meg ugye fiúktól, gyerekektől ugye ugyanezt elvárják. Tehát én azt mondom, hogy bármilyen ismert ember fiának, vagy a lányának lenni gyerekének nagyon nem könnyű. Tehát megvan ennek a nehéz oldala. Van előnye, de van ennek ugyanúgy nehéz oldala, hátránya. Mégis meg kell találni a saját utatokat, a saját egyéniségeteket. Itt most Nyíregyházán nagyon gyakran feltűnsz. Múlt hét szombaton itt az erdő közepén mutattad meg az erődet egy élménypróbán, és gyakorlatilag a megyében lesz egy pár alkalom, amikor láthatunk. Mi fog történni? Igen, meghívtak a Decathlon élménypróbára, egy bemutatóra, de rengeteget több időt vagyok itt Nyíregyházán, illetve a környéken. Hát heti szinten ugye 4-5 napot. Mert ugye én Komárom-Esztergom megyében lakom, innen olyan 300 kilométerre körülbelül. Hát ugye Nagykállón szeptember 26-án, mert én vagyok ennek a két rendezvénynek ugye a főszervezője, szeptember 26-án Nagykállón a Harangodba szervezek egy rendezvényt, egy Magyarország, Szlovákia legerősebb emberei. Hát itt ugye fog majd jönni ugye 20 induló, 20 részvevő. Ez délután 3 órától fog kezdődni, tehát 3 órától 6 óráig. És akkor én még tovább léptem abból a szempontból, hogy megpróbálom ugye a szülőket, illetve a gyerekeket bevonni, mert vannak olyan gyerekek, akik én azt gondolom, hogy ne az internet előtt vagy a gép előtt tevékenykedjenek. Ezért voltam úgy vele, hogy délelőtt 9 órakor fog kezdődni a rendezvény. Most éppen a nagykállói, ugye a harangudi rendezvényről mondanék egy pár szót. Tehát ott ugye kempó bemutató, karate bemutató, kungfu bemutató, hagyomány szerinti néptánc bemutató, nyíregyházi repülőgép kötelék bemutató, tehát vannak azért programok. Csak azt gondolom, hogy némely gyermek, aki majd kilátogat, hát ha valaki majd kedvet kap ugye akármelyik műfajhoz, illetve a szülőket ugye szintén megpróbáljuk bevonni, mert megpróbálunk egy ilyen túldi játékokat ugye levezényelni, és itt azért egy 5-6 felnőtt apukával megpróbálunk majd különböző gyakorlatokat végezni, hát nagyjából majdnem ugyanez a felhozatal várható ugye Nyíregyházán, október 17-én, de annyiból különbözik ugye, hogy másfajta gyakorlatok, másfajta számok vannak, meg egy-két újabb fellépőt még megpróbálok berakni. Ugyanúgy, tehát ugyanúgy délután 3 órától fog kezdődni a mi rendezvényünk 6 óráig. Ez október 17-én nyíregyházi, és szintén megpróbálok elé, illetve után berakni olyan sport fellépőket, hogy például a akrobatikus ugye sportázja mutató, az nem lesz Nagykállón, de például lesz itt a nyíregyházi rendezvényünkön. Tehát megpróbálom úgy kombinálni, hogy mindenki jól érezze magát, mert én azt gondolom, hogy mind
szülő, mind gyermek, vagy mind idősebb korosztály, aki kilátogat erre a rendezvényre, mindenki meg fogja találni a kedvére valót. Egy utolsó kérdés, Laci, nem tudom, hogy valaha fogyókúráztál-e, nagyjából hány kalóriát fogyasztasz egy nap? Hát egy átlag ember olyan 2-3 ezer kalóriát, mi egy olyan 10-11-12 ezer kalóriát, bár akár merre megyek, vagy megfordulok, mindenki avval kezdi, akik ugye meglát, hogy na hát láttunk téged, vagy apukád ugye a televízióba, hogy mennyi kalóriát, vagy tényleg hihető az étel, amit mi beviszünk, hogy megeszünk, akár egy ebéd folyamán. Azt úgy kell elképzelni, hogy mikor apu meg a három fiú, mikor mi leülünk kajálni, 14 kiló marhalábszárból készül a pörkölt. El tudod képzelni akkor, hogy hát jó, mi tömeg, vagy mi jó, kaja. Abból ugye a fater megeszik egy 3-4 kilót, ugye a Miki szintén egy 2-3 kilót. Én úgy méle unalmamba bepuszilok egy 3 kilót, meg a Richard. Ha marad, akkor marad, ha nem, akkor meg kezdjük előről. Tehát tényleg itt a kalória, még röviden egy-két mondatban elmondanám, hogy hozzátenném, amit ugye az elején, ahogy mondtad, hogy a világ legerősebb. Ott azért tagadhatatlan, meg szeretném azért hozzárakni, hogy egy-két olyan ember, aki nézi a televíziót, akkor jobban megérti, hogy a natur, tehát itt a natur oldalon próbálunk ugye mi tevékenykedni, az azt jelenti, hogy nekünk, most mondjuk fogalmazok így, tehát nem a belefér még az időben, Magda, nem tudom, hogy belefér, igen. Tehát nekünk nem a pofánk jár, hanem mi havonta megyünk ugye vizelet vérmintára, tehát mi be tudjuk mutatni ugye, hogy negatív, tehát negatív ugye maga a doppingteszt. Tehát mi így próbálunk ugye tisztán, igen. Hát, kemény belőlt munkával. Kívánunk nektek nagyon sok sikert. Több ezer kiló marhalábszár pörköltött még az életbe, és Nyíregyházán szerintem minden személyes élményedet szívesen elmeséled majd azoknak, akik kilátogatnak hozzátok, vagy akár Nagykálón is. Köszönjük, hogy velünk voltál. Várom mindenki szeretettel. Köszönöm. Kedves nézőink, még Fekete László követ cipel, addig a kálósemjéli szobrásztábor résztvevőik követ faragtak. Erről következik most egy összeállítás. Zárt osztályon vagyunk, hogyha mondhatok egy ilyet, hiszen egy volt pszichiátriai kórháznak a területén kapott most helyet az idei szobrásztáborunk, köszönet érte a kórház vezetésének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a teret. Mindenképpen egy 2 évvel ezelőtt kezdtük el magát a szobrásztáboroknak a szervezését, ez már ugye a második szobrásztáborunk a család témakörben. Az a célunk, hogy a környéknek adjunk ezekből a szobrokból egyet-egyet, és ezáltal egy turisztikai folyosó vagy ösvény alakuljon ki itt a nyírségben. Ezt következetesen csináljuk, és hála Istennek a polgármester kollégák is ebben partnerek. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a kálósemjéni turisztikai látványosság, hanem a környék turisztikai látványosságára is érdemes ilyenkor szót ejteni, és ennek a célját próbálja meg ez a szervezés is megvalósítani. Kálósemjénben a második ilyen tábor, a Proarte Munkács és Kálósemjén nagyközség szervezésében. 2018-ban volt az első, ott 7 szobor készült, ott is szintén készült 2 acélszobor és 5 kőszobor. A mostani táborban készült 5 kőszobor és 2 acélszobor, sőt a mostani táborunknak van egy olyan érdekessége, hogy egy szerb kolléga is el kellett, hogy jöjjön, ő is acélszobrot kellett, hogy készítsen, csak sajnos a koronavírusos járványügyi helyzet miatt nem tudott átjutni a határon időbe, ezért úgy döntöttünk, hogy mivel mégiscsak meg volt választva és meg volt hívva a szobrásztáborba, ő otthon elkészíti a szobrot, és ugyanúgy megkapja a tiszteletdíjat a résztvételért online, mint hogyha online venne részt a szobrásztáborba, és a szobrát azután a külügyminisztérium segítségével áthozzuk ide Magyarországra. Van egy olyan projektünk, hogy egy nemzetközi szobor utat hozunk létre a Kárpát-medencébe,
ami jelenleg már ezzel a szobrásztáborral egyben 60 szobrot fog számlálni. Szobrot állítottunk Magyarországon, a szlovák határ mellett, a lengyel határhoz közel Ukrajna területén, haladunk lassan a román határ felé, úgyhogy mi, minthogyha egy ilyen turisztikai bicikli úttal összefércelnénk a határvonalat, mivel az Európai Unión belül már nincsenek határok, ezért, hogyha valamikor Ukrajna is bekerül, akkor ez egy nagyon érdekes és látványos út lesz. Egy kis makett van most a kezedben, ennek a nagyított mását fogod elkészíteni. Mit akar ez ábrázolni? Mivel a szobrásztáborunknak a témája a család, ez is egy ilyen DNS-t, egy spirált ábrázol. A spirál az az idő múlása, meg a DNS-nek is az ábrázolása, és ugyanakkor ez két részből álló szobor, mármint két nagy íve van, az egyik a férfit szimbolizálja, mert annak egy élesebb, keményebb forma, a másik oldalán pedig egy nagyon szépen legömbölyített, domborított nőies forma van, amik egy pontba találkoznak a legtetején, mivel a családnak a beteljesülése az a gyermek születése, ezért a gyermeket egy ilyen gömb alakba ábrázoljuk. Mennyi idő volt ezt előkészíteni, megálmodni, kitalálni magát a makettet elkészíteni? Hát ez már a hetedik makett, amit készítettem. Álmodtam, nem tudom, hogy mondjam el. Volt egy ötlet, ami csak kiugrott a fejemből, és apukám is mindig úgy tanította, az első ötlet mindig a legjobb, és csak aztán finomítottunk fokozatosan rajta, és így lett belőle ez a szobor. Magasságában körülbelül 2 méter lesz, 1,95, és hát súlyban, mivel ez acél, ez nem lesz olyan nehéz, mint egy kőszobor, körülbelül 200-300 kiló összesen. Azért itt vannak mindenféle tekerések, meg csavarások ebben. Mennyire nehéz ezt elkészíteni? Egyáltalán mióta foglalkozol te ilyen mesterművekkel? Mi édesapámmal főleg 99%-ban kőszobrokat készítünk, és ez a második acélszobrom az életemben, de én nagyon szeretem az acélt, meg meguntam a követ, az a helyzet. Most éppen egy kőszobrot faragsz itt ebben a szobrásztáborban. Mit lehet tudni erről a szoborról? Mennyi idő alatt készíted el? Mit fog ábrázolni? A téma az a család, és én azon belül a generációkat ábrázolom. Ilyen fraktálszerűen, ahogy végtelenített köldökvinót. Nagyjából kivágtam a formát, és utána erózió. Mióta foglalkozol szobrászkodással? Kiskorom óta agyagoztam, aztán kifejlődött egy kicsit. De még mindig próbálok gyerek szemmel alkotni, ha lehet, mert az erősebb nekem. Kővel szoktam dolgozni mindig, mert nekem olyan, mint a sűrített idő, és akkor olyan, mintha nem csak nekünk szólna, hanem 5000 év múlvára is szól, és ugyanaz az üzenet, ami lehet, hogy 10 000 éve óta is van, tehát a lényeges dolgokról szól nekem a kő, hogyha így az időszerűséget hozzuk ki belőle. Szobrász művészek után egy másik művészeti ággal, méghozzá zenével folytatjuk. Jó hír, lesznek klubkoncertek, hogy pontosan milyen koncertek és milyen szabályokkal. Erről beszélgetünk most vendégeinkkel. Sziasztok, fiúk! Szia. Attila, ugye te vagy a
Club Hollywood koncert szervezője, úgyhogy nincs sok időnk, a legjobb híreket várjuk tőled. Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek újra, mert ez azt jelenti, hogy újraindulnak az őszi koncertek a Club Hollywoodban. Nagyon vártuk már, nagyon készültünk rá, és nagyon-nagyon jó zenekarokat sikerült összeverbuválni. Gyakorlatilag nagyon színes a paletta. Minden hétvégére úgy készültünk, hogy minden közönség fontos nekünk, minden stílust összeszedtünk, és eltérő zenei stílusokat. Mint például egy Leander Kills koncert után egy Margaret Island koncert, tehát, és ez csak egy hétvége. De hasonló programokat és nevezett zenekarokat sikerült ismét csak hadrendbe állítani. Erről árulkodik a következő, hát a ma esti Gangsta koncertünk például, de a rákövetkezendő héten stílusváltás következik, ahol a kemény metal zenétől, majd másnap a klasszikusok áthangszerelve, de szerintem beszéljenek róla a fiúk. Így van. Az érintettek. Igen, hát szeptember 25-én fogunk játszani majd három nagyszerű zenekarral együtt, akik szerencsére a barátaink is, az Orion Dawn, az Incurious Bodies és a Heartlaps zenekarral, úgyhogy nagyon várjuk már ezt az estét, illetve meghívást kaptunk egy országos turnéra, amelynek szintén a Club Hollywood lesz a helyszíne, ezt az Ingerseed zenekar bonyolítja majd. Egyébként a hasonló stílusban játszó bandák azért előbb-utóbb összebarátkoznak, vagy most Magyarországon? Szerintem igen, ez eléggé jellemző, hogy kialakulhatnak barátságok, és mi szerencsésnek tartjuk a helyzetet, hogy ez most is így történt. Gergő, te egyébként hogy állsz a metal zenéhez? Én minden jó zenét nagyon szeretek, legyen az metal vagy klasszikus zene. Tehát én valószínűleg ott leszek 25-én ezen a koncerten. Alex, és te, ez ugye vice versa működik? Igen, én a klasszikus zenét azt nagyon értékelem, és szerintem nagyon jó. Egyébként van klasszikus zenei műveltséged? Vagy onnan indultál? Még a Kodály iskolából indultam, szóval nekem eléggé része volt az életem meg a klasszikus zene. Én azt gondolom, hogy egyébként a zene az egy olyan univerzális erő, ami valahol összehoz, és tényleg a jó zene az teljesen mindegy, hogy most milyen filozófia van mögötte, és milyen stílus, az jó, és azt lehet élvezni. Na és mi újság veletek, fúvósokkal? Hát mi fúvósok 26-án rá egy napra fogunk játszani majd szeptemberben a Club Hollywoodban. Nagyon várjuk, úgy gondolom, hogy én nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó buli lesz, mint ahogy sokan emlékezhetnek is rá, most akár akik nézik a műsort is, hogy a Vidor Fesztiválon is létszámkorlátot kellett bevezetni, hiszen olyan sokan jöttek ránk, és ezt most itt szeretném megköszönni a kedves közönségünknek, és nagyon bízunk benne. Nem rátok másztak, hanem ott álltak a koncerten, ugye ezt úgy érteni. Így van, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez 26-án se lesz máshogy, és hát szeretnék megköszönni a lehetőséget, hogy nem csak a nagy zenekaroknak, hanem a középosztálynak is lehetőséget nyújtottál, hogy zenélhessünk egy jót. És el kell, hogy mondjam, hogy még lesz előttünk egy zenekar, akik nekünk nagyon jó barátaink, Miskolcról érkeznek, ez a Before the Last című együttes, ők is nagyon izgalmas zenét fognak játszani majd. Mégis milyen stílusban? Hát én azt mondom, hogy ilyen populáris stílusban, rengeteg saját daluk van, nem rég jelent meg az egyik megosztó csatornán a legújabb klipjük, érdemes megtekinteni, rájuk keresni. Hát Attila, te meg abszolút mindenevő vagy már, gondolom, vagy teljes mértékben. Ős stílusod, amikor elkezdted ezt az egészet? Rockzenét szerettem, tehát én rockzenén nőttem föl, viszont köszönöm, Gergő, ezeket a megtisztelő szavakat, de tudjuk nagyon jól, hogy minden zenekar indul valahonnan, és akik figyelemmel kísérik akár ezt a műsort, akár a klubnak a honlapját, az látja, hogy nem csak a nagy zenekarokat hívjuk, mert nekünk mindenki fontos, és a közönségünk, amit kér és amit szeretne hallani, azt mi próbáljuk teljesíteni. Bár csak ezzel mindenki így lenne. Na, hát gyerekek, nem megkönnyeztem, hanem az allergia miatt, hogy egy ilyen folyamatos szenvedésben vagyok, viszont hál' Istennek azért mégiscsak egészséges, és reméljük, hogy a közönségetek is egészséges lesz, úgy megy majd a koncertekre. Vannak különleges szabályok, ti mondjuk maszkban játszotok, vagy ez nem feltétlenül, a színpad az egy másik terület. Mik azok, amiket belépve majd a Club Hollywoodba érdemes? Természetesen megkérek minden koncertre látogatót, hogy aki nem úgy érzi magát, az egészségi állapota
nem olyan, az inkább várjon egy későbbi időpontra, nézzen egy későbbi koncertet. Természetesen a készfertőtlenítőszerek, amik a klub több helyén is ki vannak helyezve, ott folyamatosan ezt figyeljük, de még egyszer a legfontosabb a saját tudatosságunk, hogy úgy menjünk egy rendezvényre, hogyha jól érezzük magunkat. Én úgy gondolom, hogy a zenészeknek maszkba talán nem hiszem, hogy jó érzés, főleg egy részfúvós csapatnál. Ez úgy eszembe se jutott, igen. De mondjuk biztos már van, tudod, a maszk bizniszben olyan, hogy van egy kis luka, ami pont a trombita és egyéb hangszerekhez illeszkedik. Egy megtaláltuk a piaci részt. Igen. A világ összes fúvós zenekarát el tudod látni ezzel, meg hát azért bizonyos hangokat is kiadni, ugye? Igen, azt köszönöm. Elég nehéz. Nos, hát fiúk, akkor sok sikert kívánunk itt Nyíregyházán, ezeken a koncerteken, és jó egészséget. Köszönjük Ati, szépen. Ati, téged meg majd várunk. Télen reméljük hasonló pozitív hírekkel. Köszönjük. Szépen. Kedves szépen. Nézők, ahogy hallották, a Keleth Brass Band is fellép majd a Klub Hollywoodban, nemrég azonban a Vidor kertben szórakoztatták a közönséget. A következő Vidor Nosztalgia összefoglalóban ebből is láthatnak majd néhány pillanatot. Még hivatalosan is megnyitott a kapuit a Móricsikban megyei és városi könyvtárban a Kultúrkuckó. Hogy mi is ez pontosan, azt Tomasovszky Anitától fogják megtudni. Szia, Anita! Szia! Hát maga az egész könyvtár is egy nagy-nagy kultúrkuckó, legalábbis téli napokon, amikor az ember oda bekuckózik a jó melegbe egy könyvvel, az nekem mindig ezt a meghitt élményt hozza föl, és gondolom, hogy ugyanezt most egy picit miniben, és a kisebb korosztálynak készítettétek? Így van, sikerült egy nagy uniós pályázatot megnyernünk, több mint 118 millió forintot, és ebből nem csak fel tudtuk újítani a Vécsey utcai fiók könyvtárunkat, meg még számos informatikai fejlesztést tudtunk véghez vinni a központi könyvtárunkban is, hanem az olvasóteremben kialakítottunk egy mobil térrel választó rendszer segítségével a kamaszoknak, a fiataloknak egy úgynevezett kamaszteret, melynek a Kultúrkuckó elnevezését szintén a fiatalok, a kamaszok adták. Uh-huh. Tehát az egész tervezés folyamatában bevontuk őket, megkérdeztük őket, hogy mit szeretnének,
milyen célbútorokat látnának szívesen, milyen eszközökkel találkoznának, hogyan nézzen ki maga az egész kultúrkuckónak a dekorációja. Erre felkértük a Művészeti Szakgimnáziumnak a művész tanárát, Endres Ágnest, és ő a tanulókkal egy modern, nagyon menő steampunk stílusra dekorálták ezt a kultúrkuckót. Ez pontosan milyen az a néző, aki esetleg ezt a stílust? Ahhoz tudnám hasonlítani, mint a legújabb Alice Csodaországban film. Aha. Tehát egy kicsit ez a kicsit régies, misztikus, de nagyon-nagyon menő. Tehát a fiatalok körében ezt szavazták meg, többség, és tényleg gyönyörű, el kell jönni már csak a látványért is, mert valóban nagyon szép. És hát a fizikai tér kialakítása ugye a múlt évben megtörtént, és évvégén kaptuk meg a több mint 11 millió forint értékben a eszközöket, ami csak a kultúrkuckóba ment. Ezek Apple termékek, tehát aha. Apple számítógépek, iPadok, Wacom rajztáblák, projektor, kivetítő, Apple TV, Samsung TV, tehát tényleg a legmodernebb eszközök. Az volt a célunk, hogy egy olyan informatikai eszközökkel szereljük fel ezt a teret, ami ugye nem szokványos se a háztartásukban, se az iskolákban, de mégis újszerű és modern, kreatív módszerekkel tudjuk segíteni a diákoknak a digitális kompetencia fejlesztését, tehát a tanulást is tudjuk segíteni, de hát a könyvtár legyen egy olyan közösségi szintér is a fiataloknak, ahol a belvárosban találkozni tudnak, el tudnak tölteni közösen minőségi szabadidőt. Például a Pocket, a nyíregyházi Pocket közösség is itt tartja foglalkozásait, rendezvényeit. Szeretnénk majd programokat a fiataloknak, megkérdezzük őket, médiatudatosság témakörében, vlog, videókészítés, mozgóképkészítés, tehát a stúdiónkat is tudtuk fejleszteni, egy igazi kis mini TV stúdiót tudtunk kialakítani, greenbox-szal, tehát tényleg minden megvan ahhoz, hogy önállóan tudjanak a gyerekek, fiatalok alkotni, létrehozni online tartalmakat, azt közzétenni különböző csatornákon, közösségi platformokon. Akár például a Kölcsei Televízióban is egy jó minőségű kis szőszenetet szerintem szívesen. Az jutott eszembe, hogy ez nagyon jó arra, amit említette, hogy tényleg egy menő hely, ahogy elmondtad, abszolút menő berendezésekkel, technikai eszközökkel, hogy valóban menőnek érezze magát az, aki könyvtárban van. Tehát ugye egy picit hozzá kapcsolódott sajnos sokáig a könyvtárba járó, az egy könyvmoly, az egy stréber, vagy nem tudom, tehát egy kicsit olyan bizalmatlanul tekint rá az átlag, de látva, hogy nem feltétlenül csak ezt a szegmenst lehet élvezni, hanem akár mondjuk tényleg egy számítógépen valami különlegességbe beleolvadni, lehet, hogy egy olyan réteg is bemegy a könyvtárba, aki később majd levesz egy könyvet, és olvasóvá válik, ez lenne ugye a végső cél. Így van, a célunk az, hogy a modern kütyük mellett a könyvtár használatot is erősítjük, tehát a célbútorok is megjelennek a kultúrkuckóban, tehát kölcsönözhetnek könyveket, folyóiratokat, tehát tényleg minden megvan, babzsákok, ami a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges. Köszönjük szépen, Anita! Én is köszönöm. Kedves nézőink, látogassák meg a Kultúrkuckót a könyvtárban, jövő héten pedig tartsanak velünk, ugyanebben az időpontban, akkor többek között egy olyan történelmi kalandregényről is szó lesz, amely a honfoglalás idején játszódik. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes pihenést, és nagyon jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!